A reggeli személy pedig Kökén Diákos pedagógus, a Pesti Dekúti Waldorf iskola munkatársa. A Pesti Dekúti Waldorf azzal vetette magát észre, nem egyedüli oktatási intézményként az elmúlt időszakban, hogy menekülteket fogadott be. Olvastam, hogy ön is írt a VMN-en egy beszámolót erről az egy hétről, illetve hát a 168 órában is olvastam az egyik szülőnek a naplóját arról, hogy ott voltak a Pesti Dekúti Waldorfban menekült gyerekek, talán 60-70-80-an, tehát amikor legtöbben voltak, akkor 80-an voltak. Hogy született meg ez a döntés a menekültek befogadásáról? Ez egy szülői kezdeményezés volt. Az történt, hogy az egyik szülő kint állt a nyugati pályaudvaron a Migration Aid-nek a sátoránál, és akkor, amikor keresett az éppen ott lévő egyik ukrán menekült családnak szállást, akkor az adatbázisból felugrott az egyik szülőtársának a neve. És akkor ez beugrott neki, hogy milyen jó lenne, hogyha a szülőt, rengeteg szülőtárs van, mert nagyon jól ismerjük egymást, vagy ismerik egymást, és hogy akkor elkezdenénk bővíteni így az adatbázist, és akkor az is eszébe jutott, hogy mi lenne, hogyha szülők fuvaroznák, tehát ismerjük egymást, és aztán ez volt ugye a hosszú hétvége előtt, és akkor felmerült az ötlet, hogy mi lenne, hogyha nem csak családoknál szállnának meg ezek a családok, hanem kinyitnánk a sulit. És bejött csütörtök este a tanári konferenciára, beszélgettünk, a sztrájkról beszéltünk éppen, de ő elmesélte ezt az élményét, és megkérdezte, mit szólnánk hozzá, és akkor így összeraktuk azt, hogy hát 4 napos hosszú hétvége, és utána mi sztrájkolni fogunk, tehát itt van az új iskolaépület, vannak matracok, tudunk mindenféléket szerezni, és akkor ez gyakorlatilag pillanatok alatt megszületett a döntés, és mivel ő, aki bejött, ő a fenntartónk, tehát ő az alapítványnak a vezetője, aki kint önkénteskedett, ezért nem kellett azon vacakolni, hogy de mit szól hozzá a fenntartó, mert hát ő jött az ötlettel, és ez elképesztő könnyű volt ezáltal. Teljes támogatása volt az ötletnek? Teljes széleskörű támogatottság, ahogy szokták ezt mondani? A tanárok között, akik ott jelen voltak. Szülők. Hát, mert olvastam, hogy a szülők kaptak egy tájékoztató levelet, vagy egy valamit arról, hogy van egy ilyen akcióterv. Igen, ez úgy történt, hogy igen, tehát röviden a válaszom, igen, teljesen, igen, nem csak, hogy széleskörű, hanem teljes támogatása volt, tehát hogy nem merült fel kérdés, hogy szabad-e ilyet, vagy kell-e ilyet csinálni, és így volt, hogy csütörtök este elhangzott, péntek reggel kiment a levél a szülőknek, és péntek este már elképesztő számban voltak olyanok, akik jelentkeztek különböző feladatokra, különböző dolgokat ajánlottak föl, és akkor ez csak bővült, tehát ez folyamatosan bővült a következő napokban azoknak a köre, akik becsatlakoztak ebbe a csapatba. A végén 200 fölött volt a résztvevőknek a száma, akik kommunikáltak egymással. Az több, mint ahány vendég érkezett a Pesti Dekúti menedékbe. Hát minden... Napi arányban. Igen, naponta, persze, így van, tehát nem minden nap volt 200 önkéntes aktív, és a naponta 70-80 ember érkezett, ezek között valóban voltak gyerekek, tehát nagyjából a fele gyerek volt, a másik fele pedig döntően az édesanyjuk, nagymamák, és nagyon kevés férfi, hát az lehet tudni, hogy férfiak nem nagyon hagyhatják el az országot, úgyhogy alapvetően őket láttuk, és olyan embereket kerestünk, tehát olyanokat tudtunk elszállásolni, akik egy éjszakára kerestek. Általában már tudták, hogy hova mennek tovább, és az volt a feladat, hogy éjszaka beestek a pályaudvarra, és másnap reggel vagy délelőtt ment tovább a vonatuk, vagy a repülőjük, és akkor arra az éjszakára egy éjszakára kapjanak szállást, meleg ételt, stb. Mit kellett változtatni az iskola berendezésén, helyzetén, hogy képes legyen befogadni 80 menekültet? Hát azonnal elkezdtünk matracokat kérni, mert voltak tornamatracok, de hát az egy korlátozott számú, és akkor hát tényleg az szombat délelőtt már ott volt 70-80 matrac. Ezek úgy kell képzelni, hogy nagyon sok kempingező van ezek szerint a suli szülei között, mert hogy felfújható gumimatracok voltak, tehát semmiféle olyan különleges dolgot nem tudtunk rakni, de hát abból összeállt 70-80, szétoltuk az asztalokat, a székeket, tehát az osztálytermeket alakítottuk át,
hálóhelységek ki, ezek elég mobilisak voltak, mert minden éjszaka egy kicsit variálni kellett azon, hogy éppen most milyen összetételű családok érkeztek, és akkor mindig próbáltuk úgy átvariálni az egyes osztályok között a hálóhelyeket, hogy a családok mindig egybe lehessenek, és volt elint a tornateremben is voltak az első éjszaka, de aztán rájöttünk, hogy mivel ott van a zuhanyzó, ezért az nagyon zajos, ott nem lehet éjszaka pihenni, és akkor azt kivontuk a forgalomba, az ilyen játszószoba lett napközben a gyerekeknek, mert volt olyan, hogy csak ugye néhány órára, de akkor is jó volt nekik, amikor tudtak játszani, hoztunk be nekik játékokat. Egyébként hát és persze a matracokhoz ágyneműt kellett, azt meg kell, az volt a legdurvább szerintem, hogy 70-80 ágyneműt naponta kellett mosni, és ezt a szülők vállalták, tehát hogy ez volt az egyik legnagyobb szolgálat. Minden szülőnek be kellett ebbe szállnia? Nem, azt szállt be, aki akart. Tehát, hogy nem minden tanár tudott részt venni benne, és nem minden szülő tudott részt venni benne, mert alapvetően azért, mert nem volt annyi dolog, mint ahány ember szeretett volna dolgozni. De hát rengeteg, és jöttek gyerekek is, tehát beszálltak a gyerekek is már, akkor hétvégén is bejöttek, volt, aki hajnalban bejött a reggeliztetéshez, van, aki napközben a takarításhoz. Tehát a szülők, a tanárok és a gyerekek, tehát mindenki, aki fontos a suliban, azok mind ott voltak. Van az iskolának egy menekült alapja, ami arra szolgál, hogy ilyen helyzetekben májkrémet, ennivalót és valamit vásárolni kell az embereknek. Vicceltem, mert elkerekedett a tekintet, mi az, hogy menedék alap, és mi az, hogy hülyéskedtem. Ja, igen, hülyéskedett. Igen, milyen, persze, nem, mindenki bedobta, amit tudott. Tehát, hogy ez egy olyan közösség egyébként, tehát azért lehetett ezt ilyen könnyen megcsinálni, mert abszolút érzékenyek az ide járó szülők arra, hogy nem vagyunk egyformák, és anyagi helyzetben sem vagyunk egyformák, és erre mindig figyelünk, hogy mindenféle ember járhasson az iskolába. Erre ők figyelnek, a szülők, tehát ez nem egy pedagógiai feladat. És innentől kezdve az, hogy adunk valakinek, mert rászorul, ez nem egy rendkívüli dolog, ez egy hétköznapi dolog. Egyébként szerintem máshol is hétköznapi dolog, csak most ezt sikerült nekünk jól összeszervezni erre a hét éjszakára. Gyerekeket bevontak az akcióba? Volt, igen, tehát rögtön a második nap már jöttek be gimnazisták, mert hát takarítani, fertőtleníteni, ételt előkészíteni, tehát hogy szendvicset kenni, ilyesmit, azok boldogan csináltak, de voltak olyanok, akik játszottak gyerekekkel, az, amikor ez egy nagyon, nagyon kevés volt, tehát igazán ezek az emberek nyugtot akartak, tehát nem azért jöttek ide, hogy itt jól érzik magukat, hanem azért ne érzik borzalmasan magukat, és akkor volt olyan, hogy gyerekekkel játszottak, sőt volt egy olyan alkalom, amikor tinédzserek érkeztek, és akkor velük elmentek város nézni. Kivel dolgoztak együtt, vagy ki tudott segíteni a Migration Aid koordinálta, hogy kikerül a Waldorfba, Pesti Dekútra? Ez úgy volt, hogy az első pillanattól kezdve volt egy diákunk, aki 18 éves, és szeptember óta a menekült kérdéssel foglalkozik, van egy ilyen éves munkája. És járt le a déli határa, ott is csinált kis filmeket, és amikor elindult ez az új hullám, tehát ez az új helyzet a háború miatt, akkor ő rögtön kiment a Migration Aid-hez, és betanult rögtön abban, hogy hogyan kezeljük az adatbázist, és akkor jött hozzá osztálytárs, jöttek szülők, mellette rögtön felbukkantak szülők, és gyakorlatilag kint a pályaudvarokon is, mert akkor még ugye a pályaudvarokon voltak ezek a fogadó helyzetek, ott szülők és diákok, és volt egy tanár kollégánk is, aki ezt megtanulta, és gyakorlatilag beálltak ebbe a csapatba, és amikor azt látták, hogy valaki érkezik, aki így egy napra jön, másnap tudja, hogy hova megy tovább, tehát könnyen tudunk segíteni rajta, akkor őket irányítottuk magunkhoz, és akkor hívtunk szülőket, tehát volt egy ilyen nagyon klasszú felépített kommunikációs rendszer, tehát ugrottak a szülők be az autóval, és... És a szülők szállították nyugati és pesti dekútok közt a gyerekeket? Igen, mindig, tehát hogy családokat raktak be az autóba, ez időnként nagyon nehéz volt, mert éjszaka közepén megérkeznek egy idegen városba, kimerülten, és akkor egyszer csak, és nem beszélnek semmilyen idegen nyelvet, csak oroszul, vagy ukrán, de volt ilyen is, meg volt olyan is, de hát a sofőrénk nem beszéltek gyakorlatilag senki oroszul, meg ukránul, tehát volt tolmácsolás volt a ponton, ahol megérkeztek a pályaudvaron, akkor ott megbeszéltek mindent, hogy mi fog következni, és utána volt egy ilyen 3-4 órás időszak, amikor nem tudtak kommunikálni azzal az ember, akinek az autójába ültek, tehát ez egy kicsit feszült helyzet volt mindig, mert csak hát elhitték, hogy nem lesz bajuk. És amikor megérkeztek a suliba, ott is volt mindig tolmács, és akkor onnantól kezdve megint lehetett jól érteni, hogy mi következik. Akkor kérdéseik voltak, akkor fel tudták tenni. Ki döntött el, hogy ki megy önökhöz?
ott a szülők, a diákok, tehát a mieink. De azt hiszem, tehát én nem voltam ott kint, amikor dolgoztam, akkor a suliban voltam, de ott, amikor megérkeztek, akkor gyakorlatilag tényleg ahhoz igazítottuk, hogy abban biztosak voltunk, hogy nem kerülhet az iskola olyan helyzetben, hogy valaki tartósan ott ragad. Tehát olyan családokat nem tudtunk fogadni, akik nem tudták, hogy mi lesz velük, és nem tudták, hogy hova mennek. Tehát ez volt egy ilyen szelekció, hogy az nekünk azért, hogy újra tudjuk kezdeni az iskolát, tehát az azért mégiscsak egy fontos pont volt ebben, ahhoz csak olyan embereket, családokat tudtunk befogadni, akik ilyen, tényleg ilyen jól látható átmeneti helyzetet kerestek, és ott eldőlt. És aki azt elfogadta, persze nem mindenki fogadta ezt el, mert volt, aki azt mondta, hogy ha ez egy 3-4 órás autóút, akkor neki ez nem egy biztonságos dolog, és akkor inkább keresne valami közelebbi helyet, akkor kerestek neki közelebbi helyet. Tehát akik kint voltak tőlünk, ők vagy hozzánk irányították az embereket, vagy pedig máshova, attól függ, hogy mit szeret. Volt, akit hotelbe irányítottunk, tehát hogy a mi embereink is nem csak hozzánk irányítottak, hanem mindenfelé. Kicsit bonyolultan érkeztem meg ide. Ma reggel beszélgettem Újhelyi Sándorral, a Migration Aid alapítójával, 2015-ös alapítójával, aki önkéntes volt a keleti pályaudvaron, és ő most kitiltották éppen a BOG-ból, mert hogy a cigány családokkal nem nagyon tudnak mit kezdeni a BOG-ban, meg úgy általában a hatóságok sem. A hatóságok általában, és nem akarom a rendőrséget, nem, azt hiszem, hogy azért nyugodtan kritizáltam a rendőrséget azért, mert időnként bőrszín alapján megkülönböztett polgártársakat, tehát akármennyire is szeretnék, azért ezt nem tudják megúszni. Ez régen is így volt, és most is így van. Szóval, hogy ott, amikor cigány családok érkeztek, akkor volt, akik nem akarták őket befogadni, nehogy cigányok jöjjenek már hozzánk. Tényleg nem jellemző ez, de mondjuk pont Újhelyi emiatt került konfliktusba vagy vitába a BOG-ban dolgozó rendőrökkel. Szóval, és azt tudom, hogy önökhöz kerültek cigány családok is. Igen, volt. Szerintem rögtön az első éjszaka volt cigány család. És? Jó. Igen, tehát hogy igen, persze, azt hiszem 13-an jöttek. Tehát, hogy az is egy izgalmas helyzet, ugye egy 13 fős családot nem tud akárki, tehát az tényleg nincs olyan, hogy valaki kinyitja a lakását, és akkor be tud fogadni egyszerre 13 ember. Tehát, hogy az ilyen helyek, én azt gondolom, hogy tényleg ez lesz az egyik legnehezebb, vagy lehet a legnehezebb része ennek az egész helyzetnek, hogy hogyan tudják a cigány családokat jó minőségben ellátni abban az idő. És azt hiszem, de ők tudták, hogy hova mennek, igen. Tehát hozzánk tényleg az volt a szűk kritérium, hogy tudniuk kellett, hogy hova mennek, mert mi nem tudjuk azt, hogy jó, hát nyugodtan maradjanak még hetekig, mert az iskolának vissza kellett állni. Volt döntve az, hogy március 19-én vége van. Igen, tehát ez egy jól látható, szombaton kellett elmenni, tehát szombat, péntek éjszaka fogadtuk az utolsó ilyen menekülteket, és azt már tudtuk előre, hogy akkor ezt le kell zárni, tehát szombaton nekünk le kell zárni ezt a projektet, mert utána vissza kell rendezni, hétfőn indul újra a tanítás, tehát azt az iskolának azt az életét, amit megszoktak a gyerekek, meg megszoktak a tanárok, azt vissza kellett állítanunk, azt éreztük. Természetesen az azt jelenti, hogy benne maradtak emberek ebben a segítő helyzetben, tehát most is van olyan szülő, akinél vannak menekültek, és biztos, hogy lesz is, tehát valamilyen módon még ez az aktivitás nem szűnik meg, csak maga az iskola épület nem áll most rendelkezés a következő időszakban. Tudták, akik önökhez érkeztek, hogy hova érkeznek? Amikor ez az irányítás volt ott a nyugati vagy keleti pályaudvaron, akkor elmondták nekik, hogy ez egy iskolaépület, itt egy nagy szállás, itt egy térben lehet, hogy több család is van, tehát megkérdezték, hogy nekik megfelel-e, és akinek ez megfelelt, az jött hozzánk, tehát nem volt senki, akinek azt mondták, hogy ha tetszik, hanem ide kell jönni, hanem tényleg az volt, hogy ez egy megegyezés volt, de hát éjszaka közepén, tehát ott szerintem elég, én nem voltam kint, a lányom volt kint a két ilyen helyzetben, de ott nem, nem,
nem hiszem, hogy sokat tudtak ez éjszaka közepén ők mérlegelni, hogy talán ez nem annyira jó, vagy nem annyira ideális nekik, hanem én azt gondolom, hogy elfogadták, akiknek ez jó megoldás volt, hogy legalább néhány órára lehunják a szemüket, és fedél van fölöttük. Volt, aki azt mondta, hogy 2 hete először kapott meleg vizet, tehát egészen elképesztő helyzetek is voltak, akiket sorsok, akikkel találkoztunk. Volt egy olyan anya, aki 11 nappal korábban szült, 11 napos gyerekével érkezett. Igen. Az iskolában. Igen, igen. Volt egészen újszülött, volt azt 2 hónapos volt a következő, tehát voltak nagyon picikék is, volt, akinek anyatejet kellett keríteni, tehát hogy minden, de hát ez egy olyan fantasztikus szülői csapat, hogy hát mindent kerítettek, ikerkocsit meg, szóval, hogy egyik pillanatra a másikra minden került. Tehát volt olyan, egy éjszaka közepén jött egy üzenet, hogy hajnali 00:30-kor, hogy nincs elég fürdőpapucs, és 13:30-re lett, tehát hogy éjszaka az emberek fölkeltek, és akkor megnézték, mi az üzenet, és fogták és vittek be, mert arra nem számoltunk, hogy hát nem hoznak fürdőpapucsot, hát miért hoznának magukkal. Orosz tanítanak a Waldorfban? A mi iskolánkban nincs orosz tanítás, tehát nálunk a szülők segítettek abban, hogy megértsék magukat a tanárok. Meg ők szocializációjuk folytán néhány szót beszélnek még oroszul? A szülők? Igen. Vagy a nyelvi nehézséget hogy sikerült leküzdeni, próbálják már magyarul beszélni? Jó. Ha már oroszul nem tudunk. Tehát, hogy mondjam, hogyha én olyan helyzetben, én nem kerültem tolmácsolási helyzetbe, valamennyit én is értek oroszul. Ja. Viszont voltak olyan szülők, volt, akinek orosz az anyanyelve, nem sok, 2-3, de nagyon érdekes, vagy régi szülők, tehát megtudták, hogy ilyen ügy van, és jelentkeztek, hogy én tudok oroszul, már régen nem jár ide a gyereke, de a kapcsolati hálón keresztül megtudta, hogy van ilyen, és minden este jött, és például volt egy olyan régi anyuka, most már nagymama, aki minden este eljött, és ő nem ügyeket intézett, hanem ő beszélgetett. Tehát, hogy ő kimondottan nem az volt, hogy merre megy a vonatod, meg nem adatokat egyeztet, hanem hallgatta azokat, amiket meséltek az érkezők, és válaszolt, és próbálta őket megnyugtatni. Tehát kimondottan ilyen lelki segítőszerep is volt. De ebből, tehát, hogy minden nap volt általában 2 ember, aki az iskolában tudott oroszul, és akkor ők segítettek minket. Ez az első segítő akciója volt az iskolának? Ilyen látványos segítő akciója? Hát szerintem igen. Azt hiszem, hogy tehát ilyen méretű dolog nem létezett meg az iskola történetében. Gondolkodtunk is egy picit, hogy mi váltotta ezt ki. Hát egyrészt itt van ez a helyzet, tehát ebben a helyzetben akcióba kell lendülni. Másik meg az, hogy ez egy nagyon összetartó szülői közösség, és a Covid óta az, hogy nem tarthattunk szülői esteket, tehát nem volt szabad bejönni, ez elképesztő nehéz volt ebben az iskolában. Tehát, hogy egy szülő nem jöhet be rendesen a gyerekével, nem társaloghat nyugodtan az iskola épületben, nem keresheti meg bármikor a tanárt, nem ülhet minden hónapba be a 2-3 órás szülői estre, és nem oszthatja meg az élményeit a szülőtársakkal. Ez nagyon frusztrált mindenkit. Mi ehhez vagyunk hozzászokva, mi így dolgozunk. És most, hogy most már mindez szabad volt, volt egy ilyen érzésünk, hogy mindenki ki volt arra éhez, hogy valamit csináljunk, csak hát nyilván ezt magunktól nem jutott volna eszünkbe egy ilyen helyzetben. Mit érzett az utolsó napon? Hát, most meg vagyok hatódva, tehát ezt nem látják. Mert én mindig persze rendszeresen meghatódom. Az utolsó nap... Normális férfi szokás. Az utolsó nap az olyan... Nálam nagyon meghatódó, nincs a rádióban. Az utolsó nap az egy... Hát tulajdonképpen boldogok voltunk. Tehát volt 500, több mint 500 ember fordult meg csak az iskola épületen belül. Csináltunk valamit, ami nagyon, nagyon jól sikerült. Tehát tényleg olyan... Annyira jól sikerült, hogy volt olyan, aki azóta még mindig Budapesten van, mert talált egy másik helyet, és akkor ott van, de szeretne visszajönni, hogyha lenne szabad, csak mondtuk, hogy ezt nem tudjuk biztosítani. Tehát egy nagyon-nagyon jól sikerült dolog volt, minden nehézséget le tudtunk gyűrni, voltak feszültségek nyilvánvalóan, hát itt mindenki segíteni, akkor is tudjuk, amikor egyszerre rontanak ugyanarra a helyzetre, akkor mindenki másképp akarja megoldani, tehát voltak belső feszültségek, de ezek a belső feszültségek, ezek nem verték szét ezt a 7 napot, hanem mindent meg tudtunk oldani. Szóval, hogy én elképesztően boldog voltam attól, hogy ezt ilyen módon elejét
közepét, végét meg tudtuk csinálni, le tudtuk kerekíteni, nem kerültünk olyan helyzetbe, amiből nem tudjuk mi a kiút, és közben segítettünk, szóval tök jó volt. Idealisztikusnak tűnik az állapot, nem voltak konfliktusok? Dehogy nem. De ezt mondom, persze, voltak feszültségek, pont de ez. De nem szülők és szülők között, hanem menekültek, és, illetve vendégek és befogadók között. Nem, az nem volt. Az nem volt. Volt olyan, aki nagyon zaklatottan érkezett, aztán az utolsó éjszaka mesélték, hogy ő nem értette a pályaudvaron a család egyik tagja, hogy pontosan mi fog történni, és az út közben bepánikolt, mire az iskolába ért. Tehát mikor beért az iskolába, akkor hangosan kiabált, hogy most azonnal adjanak nekem egy oroszul beszélő embert, mert nem értem, hogy mi történik velem. És el tudom képzelni, hogy sokkos állapotban volt. És aztán, de ott nagyon gyorsan megnyugodott, amikor látta, hogy ott vannak, van egy csomó ember még rajta kívül, és hogy akkor megértette, és akkor megnyugodott, de egyébként nem volt egyáltalán jellemző a feszültség. Sőt, szóval nem volt jellemző, hanem nagyon, hát hálásak voltak, de abszolút nem azért csináltuk. Tehát. De ilyenkor van egy üresség az emberben, tehát van egy felfokozott lelki, szellemi, fizikai állapot, éjjel-nappal pörögnek, 24-ből 48-ba tesznek-vesznek az iskolában, és aztán vége van, elmentek vissza a rendes hétköznapokra. Jó, hát azért még persze rendes hétköznapok, de hát tegnap is volt, nekünk minden héten van tanári konferenciánk, hát tegnap is nagyon hosszan beszéltünk erről. Tehát ennek van egy lelki utó feldolgozása, volt egy addiktív részének, tehát így segíteni, ez azért nagyon sok endorfin szabadít fel az emberbe. Tehát négykor fölkeltek és jöttek be hétvégén a szülők, tanárok, hogy a hajnali embereket el tudják vinni. Ebben volt valami olyan, amit az ember csinál, akkor azt keresi, hogy és mi a következő fuvar, vagy mi a következő dolog, amit tudunk tenni. De azt gondolom, hogy ez most visszaáll, van egy készenléti állapot bennünk, mert nem tudtad, hogy most még mi fog következni a következő hetekben, hónapokban, azt a Manó se tudja. De valahol ezt azzal, hogy a diákokkal együtt csináltuk, hogy a szülőkkel együtt csináltuk, mi vissza tudjuk vezetni a suli életébe, és akkor ezek az energiák ott maradnak, és akkor azzal tudunk dolgozni. Gyerekekkel beszélünk arról, hogy mi történt az elmúlt 10 napban. Szóval rengeteg erőt kaptunk mi is ettől. Bár nem ez volt a célunk, csak hát így most így utólag erről tudunk beszámolni, hogy tényleg elképesztő élmény. Gyerekrajzok meg ott maradtak az iskola falán? Ott vannak a falon, igen, persze. A gyerekrajzok ott vannak a falon. Az is egyébként elég döbbenetes élmény. Tehát bementünk az első éjszaka után, és akkor ott volt a lovacska. Tehát ez bármelyik iskolás gyerek rajzolhatta volna a lovacskát, és akkor jött, és tudjuk, hogy egy menekült gyerek rajzolta a lovacskát, vagy a szív, aminek az egyik fele az kékre és sárgára van színezve, de a másik az piros-fehér-zöldre, és akkor így áll össze, és ezek ilyen tényleg óvodás rajzok voltak, tehát nagyon-nagyon szép, megrendítő kifejezései voltak annak a hálának, amit az emberek éreztek, de tényleg nem azért csináltuk, hogy hálások legyenek, hanem hát no, bajban voltak, tehát igazából ezt úgy utólag raktuk össze, hogy mi minden történhetett. Éppen az egyik barátom volt műsorvezetőtársam, írt ma reggel hallgatva a rádió műsort, 8. leti polgármester Pikó András, hogy nagyon komoly problémát fog jelenteni Magyarországon az, hogy felszámolták a menekült ügyi infrastruktúrát, nem lehet tudni, hogy mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik Magyarországon maradnak, hogy fognak iskolába, óvodába járni, hogyan lehet megoldani a nyelvi nehézségeket. Arról írt Pikó, hogy a gyerekek legtöbbje bizonyos oltásoknak hiány volt, az itt érkező gyerekek közül volt, aki éces volt, ezt nyilván már előre látom, hogy föl fogja kapni a konzervatív sajtó, és azt fogják mondani, hogy Pikó András écet terjeszt a kerületében. Ez marhaság, hagyjátok inkább, srácok, ne csináljátok tényleg. Szóval, hogy ebből ez nem csak a Waldorfra, hanem úgy általában a magyar oktatási rendszerre, meg a magyar államra, és azt gondolom, hogy komoly terheket fog róni. És amikor említette azt, hogy megszületett a döntés arról, hogy azt a hetet, ami tanársztrájk és hosszú hétvége, március 15 és stb. Egy kicsit így felkaptam a fejemet, hogy miért sztrájkolnak a tanárok a Waldorfban?
Hát mert... ott vannak a tutiban. A tutiban. Igen, szóval, hogy azért ez... Bocsánat, nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy a vadászárokat, mint a tutiban ülőket, de ez nagyon, tök jó, ha bemegyek majd a suliba, és elmesélem, hogy milyen jó nekünk. Nem voltam még Waldorf iskolában. Igen, nagyon szeretünk ott dolgozni, és több százalékkal magasabb a fizetésünk, mint az állami iskolában dolgozóknak, tehát ilyen 15 körül értem a többet, de mi nagyon szeretünk dolgozni. És alapvetően, hát azt gondolom, hogy ez az üzenet, ami ebben a sztrájkban megnyilvánult, tehát ez arról szól, hogy ez nagyon-nagyon nincs rendben, amit gondol a mindenkori kormányzat. Tehát most ezt nagyon komolyan mondom, mindenkit a rendszerváltás óta arról, hogyan kell megbecsülni a tanárokat, és ez nekünk nagyon jó lenne, a Waldorf iskolásoknak is nagyon jó lenne, hogyha Magyarországon a pedagógusokat nem így becsülné meg a kormányzat, nem így becsülné meg a politika, és szerintem ezért erről szólt a sztrájk. Tehát mi a fenntartó ott ült, mikor beszélgettünk erről, és nem ellene sztrájkoltunk, ez teljesen világos volt. Tehát nem a fenntartó ellen sztrájkolt és egyetlen Waldorf iskola sem, hanem azért, mert azt gondoljuk, hogy az nagyon-nagyon nincs rendben, hogy minden egyes évben a költségvetési törvényben van egy akció, amiben átírjuk azt a szorzószámot, ami által nem emelkedik a tanáraknak a fizetés. Ez nem egy ilyen tehetetlenség, hanem ebben van egy tett. És minden évben megtörténik ez a tett, tehát ez egy visszatérő helyzet, és persze, itt nekünk is szavunk van, és nagyon nagy támogatást kaptunk a szülőktől, tehát, hogy nem, persze volt olyan, akinek ez nem tetszett, meg tényleg miért tetszene mindenkinek, az meg volt, aki nálunk is, aki nem sztrájkod, azt mondta, hogy nem akar sztrájkod, nem akar tartani az órákat, és megtartotta, tehát, hogy ez egy teljesen szabad helyzet, de hogy itt minden, szerintem minden pedagógus tudja, hogy miről van szó. Tehát ez egy méltatlan helyzet, amit anyagilag és általános megbecsülésben kapnak a tanárok. Mi nekünk sokkal jobb a fenntartóval való viszonyunk, tehát nekünk nem kell beadni egy igényt arra, hogy behessünk fénymásoló. Tehát a tankerületet megúszszák. Így van. Nem kell elszámolniuk a krétával és a... Így van. Tehát, hogy olyan szempontból sokkal nyugodtabb, mert gyakorlatilag az, ami én soha nem dolgoztam állami iskolában, tehát az is hozzá kell tenni, hogy én nagyon óvatos vagyok ezzel kapcsolatban, kritikával kapcsolatban is, mert nem attól jó vagy rossz egy iskola, hogy most állami vagy Waldorf, hanem attól, hogy hogyan csinálják azok, akik ott vannak, de az a szenvedés, amit ez a fajta központosítás hozott, kellemetlen, bürokratikus, nagyon sok minden negatív, az nekünk nincsen. Tehát, hogy emiatt aztán nem is sokkal jobban érezzük magunkat a bőrünkben. A szülők hozzánk akarják járatni a gyereküket, tehát nem úgy van, hogy tankötelezett a gyerek, itt van a körzetés, és akkor beiratom oda, hanem ők azok jönnek oda hozzánk, akik azt szeretnék, hogy nálunk legyen a gyerek. Tehát van egy eleve egy ilyen kiemelt figyelem, egy óriási bizalomnak éljük ezt meg. Tehát tényleg egy fantasztikus dolog, hogy egy szülő odajön, és akkor a legnagyobb kincsét rám bízza. És van 30 ilyen szülő pár. És ezért ez, tehát hogy ehhez ezt nagyon jó csinálni, ezt marha jó csinálni, és a Waldorfban is nagyon klassz csinálni. Mi a Waldorfság lényege? Sokan, akiknek a gyerekük nem járt iskolába, vagy nem kellőképpen tájékoztatottak a magyar iskolarendszerről, azt gondolják, vagy úgy vélik, hogy akik Waldorf óvodába, Waldorf iskolába járnak, ők gyakorlatilag burokban nőnek fel, igazából nincsen rálátásuk az életre, egy tök jó környezetben, tök jó fej tanárokkal, teljesen más iskolarendszerrel, lazán egyébként magázódnak, vagy tegeződnek a diákok a tanárokkal? Én tegeződöm, van, aki magázódik, van ilyen nincs is. Nincs egy ilyen, hogy a gyerekek visszategezhetik. Ja, engem, de, persze. Ez a Szerusz Ákos bácsi, tehát, hogy ilyen persze, minden további nélkül. Nem ezen múlik a tekintélyem, hogyha éppen van, az abszolút nem ezzel a megszólításon múlik, de mi befejezem a kérdést, hogy borobban nőnek fel, és igazából nincs fogalmuk arról, hogy mi zajlik a világban. A Waldorf iskolából kikerültek, amikor elvégzik az iskolát, akkor állnak, mint humán erőforrás menedzser a kínai piacon.
Hát ez nem így van. Tehát, hogy ha ez így lenne, akkor bezárták volna az összeset. Tehát, hogy ide, aki ide beiratja a gyerekét, az nem azért iratja be a gyerekét, mert szeretne valamiféle ilyen UFO-t elültetni, vagy egy ilyen teljesen alternatív világba felnevelni. Ezek, és ráadásul a gyerekek, meg őket nem nagyon érdekli, hogy a szülők mit szerettek volna, hanem ők élni akarnak. Tehát, hogy ezek a gyerekek ugyanúgy rossz csontok, ugyanúgy haverok szednek fel, ugyanúgy az utcájának a tömeg közlekednek, tehát nincs olyan, hogy Waldorf villamos, vagy a Waldorf Tesco, hát azok, ott a világ ott van körülöttük, ott van az internet, tehát, hogy rengeteg kapcsolatuk van, nem csak más Waldorf iskolásokkal, hanem nem Waldorf iskolásokkal, sőt, van, akinek vannak rokonai, aki, tehát normális iskolába járó unokatestvérek. Vannak nekem Waldorfos barátaim is. Igen, és van közöttük, igen, jó is. Tehát, hogy ezek úgy van, tehát, hogy élnek ezek a gyerekek, nagyon, nagyon nyitottak, és Ami itt felmerült, ugye, hogy és akkor mi van, hogyha átlép egy másik iskolába, vagy kilép az érettség után, vagy van-e érettsége a Waldorfban, tehát ezek ilyen nagyon izgalmas kérdések. Ezt azt gondoltuk, amikor elkezdtük a sulit, hogy ez az első érettségi után nem lesz kérdés, hogy lehet-e érettségizni. És ez, mivel 1989-ben indult az iskolánk, és most már ez mégiscsak 2022 van, és azóta nagyon sokat érettségiztettünk, de a mai napig megkérdezik, hogy de le lehet ebben az iskolában érettségizni? Tudod, most már nem vagyunk sem mérgesek, se rossz kedvűek ettől a kérdésre, megszoktuk, és a válasz igen, le, és hova tudod tovább tudni, amilyenek éppen. Tehát van olyan gyerek, akinél nagyon örülünk, hogy le tud érettségizni. Van olyan, és óriási pedagógiai tettnek érzékeljük azt, hogy le tudott érettségizni. És ezt mondja a független érettségi elnök is. Van olyan, aki meg elképesztő jó egyetemre jut be, mert tehetséges, és rettentően szeret tanulni, és vannak tervei az életben, tehát rengeteg diákunk van mindenféle olyan egyetemeken, ahova egyébként normális iskolában mennek diákok, és valóban van olyan, hogy bekerülnek egy olyan új helyzetbe, és akkor ott meg kell találni ezeket az új szabályokat. Tehát, hogy például nem azért tanulunk, mert érdekel minket a dolog, hanem vannak ilyen nagyon erős külső követelmények. És akkor ezt azért jelentem, körülbelül egy negyed év, fél év alatt meg lehet szokni. Tehát, hogyha valaki attól tart, hogy azért nem iratja a Waldorfba, mert utána lesz negyed év, fél év, lehet, hogy egy év is az életében, amikor nehéz lesz mondjuk az egyetemen, vagy egy másik gimnáziumban, akkor azért én emlékszem, amikor én bekerültem a gimnáziumba, nem Waldorfból, mert akkor nem volt még Waldorf, akkor voltak diáktársaim, akiknek nehéz volt az első év, még mire megszokták, hogy működik a gimnázium. Tehát ez nem pusztán Waldorf jellegzetesség, és van, akinek ez cson nélkül megy, van, aki kínlódik, de ez tényleg mindig a személyiségtől függ. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egy alternatív iskolából, mindig ilyen burokból érkezett gyerekek. Ez nagyon felszínes dolog, és nem is igaz egyáltalán. Ott volt előtt az első kérdés, hogy mi a Waldorfság lényege? Mi a Waldorfság lényege? Meddig tart ez a műsor? Tehát, igen. Még 6 perc. Ez a horror kérdések egyiket, amikor felhív valaki a telefonon az iskolába, és röviden elmondja el nekem, hogy mi a jellemző az iskolára, és mondta, hogy röviden nem tudom elmondani. Teljesen egyéni tantervünk van, amit el lehet olvasni, tehát semmiféle titokzatosság nincs benne. Alapvetően az óvodától kezdve a gimnázium végéig, az érettségig egy sajátos tanterven megyünk végig, amit a végén aztán összeegyeztetünk az állami nattal, mert ugye állami érettségit kell tenni a gyerekeknek, meg úgy kell utána felvételizniük, de maga ahogyan felépítjük, tehát ilyen korszakokban gondolkozunk, úgynevezett epohákat tartunk, tehát a reggeli főoktatásban hetekig ugyanazt a témát tartjuk. Ez így egy nagyon jellegzetes dolog, de ez ismerős lehet az AKG-ból is, tehát több iskola dolgozik ilyen epohális rendszerrel. Ami még nagyon izgalmas és nagyon nagy kihívás, hogy van egy úgynevezett osztálytanító, aki az első 8 osztályban a közismereti tárgyakat tanítja. Vigyáznak arra, hogy ne főnöknek hívják? Egyébként ez nyilván egy németből egy tükörfordítás, mert ugye a németországi Waldorf iskolák voltak az első minták, amik alapján még a Vekeri Tamás hozta a hírt, meg mutatta, hogy hogyan kell ezeket csinálni, és igen, nem, mert hogy nem az a lényege, hogy ő az osztályfőnöke, hanem ő tanítja tényleg, tehát hogy azért azt képzük el, hogy a betűvetéstől kezdve mondjuk a második világháborúig irgalmatlan sok mindent meg kell tanítani, és közben ne is mondja, a mechanikán keresztül
tehát a történelmet, magyart, természettudományokat egy olyan átlag szinten, egy átlagos intelligencia szinten meg kell tudni tanítani a 14 éves diákoknak is. Ennek az osztálytanítónak elkezdi az óvodásokkal, és aztán elmegy egészen 14 éves korig. Ez egy nagyon nagy kihívás, ez nagyon izgalmas dolog. Én is csináltam két ilyen teljes kört, és fantasztikus, izgalmas. Szóval egy rövid, ha már nagyon röviden, akkor ezeket emelném ki így elsőre. Nyugtasson meg, hogy vannak intők, és szoktak kicsapni valakit, vagy vannak legalább rossz tanulók? Volt, hogy is van? Az, most el kell gondolkoznom. Hogy volt, van, lesz. Hogy volt olyan, amikor fegyelmi ügy miatt kellett, azon gondolkozom, hogy elmúlt 25-6 évben mióta ott vagyok. Volt, amikor voltak rossz, tehát voltak nagyon nehéz élményeink diákokkal, hogy a manóban el. Tehát nem, ez nem egy angyalképző. Tehát itt bejön egy gyerek, és akkor olyan lesz, amilyen. És vannak cukik, és vannak olyanok, akik ilyen nagyon-nagyon nehéz. Van, amikor volt már olyan, hogy róvást kapott valaki, és mi volt a harmadik kérdés? Jó, rossz gyerek van-e? Intő, kicsapás, ilyesmi. És hogy rossz tanuló? Hát olyan, akinek gyengék az eredményeink, persze, vannak. Vannak, akiknek nehézségeik vannak, tehát hogy tanulási nehézségekkel küzdenek, vannak olyanok, akik lusták. Tehát létezik ez is. Tehát hogyha valaki, nem nagyon lehet megkülönböztetni az állami iskolában menő gyerekektől. Szóval, hogy van mindenféle gyerek van itt is. Tehát van olyan, aki imád tanulni, állandóan tanul, és van olyan, aki meg rettentő nehezen veszi rá magát. Tehát, hogy nagyon, hál' Istennek nagyon szívesek. Igen, az a baj, hogy már csak 3 percünk van. Azt pontosan tudom, hogy ön nem akart tanár lenni, hanem állatorvos szeretett volna lenni, azzal szeretett volna foglalkozni. Ja, igen, ez így volt. Ez így volt. Nem, csak arra próbáltam utalni, hogy a VMN-en, vmn.hu-n olvastam az írásait, aminek jó része az természettudománnyal foglalkozik, és itt egy kicsit az adás előtt beszélgettünk arról, hogy mi van, ha a tücsköknek tépem a szárnyát, hogy ne zavarjanak éjszaka azzal, hogy ciripelnek. Hát ez nem ajánlanám. Tehát, hogy ez nem kedves dolog. Nem kedves dolog. Ráadásul, igen, tehát ráadásul ott, hogy meg kéne nézni egy kicsit alaposabban, hogy hogyan is adják ki ezt a hangot. Tehát ott az a fésű, ami ott felépül annak a jó. Tehát, hogy igazából szerintem inkább én az altatóra szavaznék. Az sokkal humánusabb, mert... Bármit, hogy altassam el a tücsköket, vagy én szedjek? Ez mindkettőt. Remek megoldás lenne. Ezt ne csinálja. Ne tépjen ki senkiből semmit, semmilyen állatból, ez marhaság. Igen, hát írok ilyeneket az VMN-en valóban. Nagyon szépen köszönöm. Kökéndi Ákos pedagógusnak, a Pesti Dekuti Waldorf iskola munkatársának, hogy itt volt és beszámolta arról, amikor menedék volt az iskola, meg beszélgettünk egy kicsit az oktatásról, meg a fura oktatásról, meg tanársztrájkról.